6 perc telt el, a második félidőből Paur 13. percben szerzett egyetlen árva találatával, közelebb a negyeddöntőbe kerüléshez. A Fortuna Liga 6. helyezettje, a Zsolna, a második liga 3. helyezettje a KFC Komárommal szemben. Horodnyik emeli fel, Mészáros lesen volt. Egyébként még nem is volt se pontos az indítás. Bajemi csap le rá, és visszakapná, mellel maga elé teszi, még ez is jó. Simko ért fel a támadással, de végül is a zsolnai védelem könnyedén megoldotta a feladatot. Ovusu már nyargalászik a bal oldalon, aztán visszavesz a tempóból. Mire ez a nagy sietség gondolja magában, hiszen vezetünk, és hát a kupa meccseken, ugye ez a lényeg, főleg ha továbbjutásról van szó, teljesen mindegy, hogy 1-0-ra, 2-re, vagy esetleg 3-ra nyer egy csapat, a lényeg az, hogy egyel több gólt lőjön, mint az ellenfél, és jusson tovább. Mészáros tápászkodott föl, szerintem bántották, Kaprálik volt a tettes, de a játékvezető nagyvonalúan továbbot int. Mráz jókor lépett ki. Vaskeba besegített a védelembe, Simko gyötri Paurt, Ovusu. Ez sem jó, Smehil, mint az eszeveszett rohan a jobb oldalon. Eszét azért nem veszti. Hát pedig kéz. Hát egyértelmű. A 16-oson kívül volt ugyanaz eset, de nem volt a testénél a keze. Más kérdés, hogy szándékosságot nem fedeztem fel a mozdulatban, de Smehil beadását könyökkel szelídítette meg Nyemcsík. Akár fújható is lett volna. Megbecsülő labdát a Zsolna, ez látható. És az is látható, hogy nagyon nehezen talál részt a rendkívül jól megszervezett komáromi védelmen, mint a monostori erőd. Egyszer találtak rajta részt, és azt ki is használta Paul kegyetlenül az ajándék gól helyzetet. És megvan az első csere, rögtön kettős csere lesz, 11-es és 24-es be, 37-es és 24-es le, tehát Sauer jön le, és helyette Miroslav Gono. És Slobodník 24-essel az új ember. És Paurt is lehozzák, ez némi meglepetés. Tehát a másik csere ugye Sauer mellett a gólvágó Jakub Paur. Tény, hogy a gólján kívül nem nagyon dicsérhető a rutinos csatár, támadó középpályás, eltüntették őt a mezőnyben. Egyszer beköszönt ugyan, egyelőre ez a két csapat között a különbség, ez a beköszönés Paurtól, most meg leköszönt Paur, és egy másik légiósnak, Gónónak ad lehetőséget Csernák, és ugyancsak, illetve bocsánat, Elvis Szukiszának, és ezzel az első Csernák, aki belenyúl a meccsbe, úgymond. Ez a játékosok karakterét illetően inkább a védelmet erősítette Csernák 1-0-ás vezetésnél. Német szerez labdát, bátran vitte be a 16-osba, belépett keményen Leitner. Német ott is maradt, remélhetőleg nem sérült meg, mint csak az kéne. Kemény fából faragták a légi középpályást,
a vádliát, a bal vádliát fogja, hát igen, kapott egy csípős elefánt puszított biztos, de már talpon, úgyhogy ez legalább jó hír, hogy német nem sérült meg, és folytathatja. Szükség lesz még a bal lábára. A térd alatt vádlinál kapta. A medve puszít, pedig egy jó labdát kap, de hiába kaprálik, mert lesen kapta. Gyuris volt az, nem kaprálik. Schmiel. Na, vajon Radványi válaszol-e Csernák cseréjére, és behoz-e esetleg támadó felfogású játékost az 59. percben, bár badarság lenne még most kinyitni, hiszen amíg 1-0 az eredmény, addig nem kell támadni. Így a második féldő 15. percében. Bőven van még idő arra, hogy egy utolsó rohamot vezényeljen Miki az egyenlítés érdekében. Majdnem eladja Chmiel, Gyuris csapott le rá, Nemcsík, még ez is jó, megint csak Gyuris, jött volna a Obuszú, csak nem ő kapta. Kapráliknak sem volt jó, így aztán marad az 1-0.